Hello, Kanyoló Karadék vagyok, és a mai napon ismételten Dead by Daylight-ra fogok játszani, ugyanis tegnap megjelent az új DLC, amiben maga Freddy Krueger szerepel az új gyilkosként, tehát ő lesz a rémálom. Ez is a neve a játékban. Na mindegy. Meg szeretném nektek mutatni az új DLC-t, az, hogy mi jött be vele. Először is Freddy, másodszor pedig megmutatom. Nem Jake, hanem ez az új Quentin Smith. Quentin Smith első perkje, a Wake Up. A játéknak a vége felé lesz hasznos, már hogyha hasznos lesz, mert igazság szerint én nem látok benne túl sok rációt, hogy mire használjam. Mindegy, azt tudja, hogyha már ki lehet nyitni a kaput, akkor 24 méteren belül te látod, hogy hol van a kijárat, amit alapvetően is, hogyha okos voltál, akkor először már láttad és tudod, hogy merre, mindegy. De ha esetleg elvesztetted volna, akkor gyorsabban megtalálod. És amíg te ott vagy a kapu közelében, addig az összes ember, az összes túlélő látja a te aurádat, aki 24 méteren belül van, és 5%-kal gyorsabban tudod kinyitni a kaput. Parmacin, ez nekem tetszik, gyorsabban szeded ki a ládákból a benne lévő tartalmat, és mindenféle kapsz a legelején, tehát a legelőször egy adott meccsen egy medikitet, ami azért, vagyok meg őszintén, ez jól jöhet, nekem tetszik ez a perk. A Vigil nevezetű pedig azt csinálja, hogy 8 méteren belül az összes társadnak gyorsabban regenerálódik ezek a dolgok, Exhausted, Hemorrhage, Mangled, Handered, meg a Blindness, ezek a státuszok gyorsabban mennek el. Tehát gyorsabban lehet használni a Sprint Burstot, meg stb. De igazság szerint a lényeget, őt szeretném bemutatni, Nightmare-t. Mint láthatjátok, nem nagyon játszok mostanában a gyilkosokkal, épp hogy csak a feladatokat teljesítem, aztán ennyi. Most inkább a túlélőre gyúrok, 9-es szinten vagyok már, 9-es rangon. Na, de mit tud maga Nightmare uraság? Na várjunk csak, nem is itt akarom nektek megmutatni. Itt van nekünk Freddy Krueger, és megmutatom az ő 3 perkét a maximális szinten. Tehát itt van az egyik, ez a Blood Warden nevezetű. Jaj, be is raktam. Ami azt tudja, hogy ha ki van nyitva az egyik kapu, és te fölraksz valakit a kampóra, akkor onnantól kezdve 60 másodpercen keresztül senki nem tud kimenni a pályáról. És aki a kijárat közelében van, azt látni fogod, hogy ott van. Aztán a másik, mindjárt megtalálom, ez a Remember Me, ez azt jelenti, hogy kiválaszt randomra egy túlélőt a játék, és hogyha őt megütöd, akkor minden egyes ütéssel 5 másodperccel növekedni fog a kapu kinyitási ideje, maximum 30 másodpercig. Ez az arra az emberkére nem vonatkozik, viszont mindenki másra igen, legalábbis én úgy olvasom. És a harmadik perge az a Fired Up, vagy mi a fene, igen, Fire Up. Az pedig azt tudja csinálni, hogy ha az emberkék már javítanak, megjavítottak két generátort, onnantól kezdve te 10%-kal gyorsabban fogsz felvenni, ledobni embert, átmenni az ablakon, törni a raklapot és törni a másik generátor. Ha már 4-et megcsináltak, akkor már 14%-kal gyorsabban. Ez az ő 3 perkje maximális szinten, de játszunk, mert ki szeretném próbálni. Az igazság az, hogy már kipróbáltam, de be akarom nektek mutatni. Na. Ó, várjunk csak. Az addonokat is meg akarom mutatni. Kíváncsi vagyok. Az az, hogy meg akarom én is nézni, mert ezeket még nem néztem meg. Na, kezdjük a legrosszabbakkal. Jaj, gyönyörű szép t-shirt. De mielőtt ezeket megmutatom, pár szóban összefoglalom, hogy hogyan működik. Tehát, ha ismeritek Freddy Krueger, tudjátok, hogy ő csak az álomban erős. Tehát ahhoz, hogy tudjon valamit körezni az erejével, tehát meg tudja ütni egyáltalán a túlélőket, ahhoz el kell őket altatni. Ez az ő másodlagos képessége, amit itt írnak. Dream Demon nevezett el. A lényeg az, hogy amíg a túlélő nem alszik, addig őt, tehát Krügert, a Nightmare-t nem lehet látni egyáltalán, csak egy bizonyos kis hangocska szól
valami kis zene. Ezután a képességével elaltatod, aminek hét, tehát úgymond eltalálod, úgyis meg fogom mutatni. Onnantól kezdve 7 másodperc alatt elalszik az illető, és azután már fogod tudni ütögetni, mert ez azt jelenti, hogy az álomvilágba került. Az álomvilágba került valaki, és ő kint van a te terror rádiuszodon, akkor te látni fogod annak az auráját. Pirosan, gyönyörű szépen meg fogom mutatni. És minden egyes akciót fele olyan gyorsan csinálja meg. Kipróbáltuk, nagyon durva, nagyon lassan tudsz gyógyítani, nagyon lassan tudsz mindent csinálni, nagyon durva. Úgy lehet fölébredni az álomvilágból, hogyha vagy valaki felébreszt, vagy elrontasz egy bizonyos akciót, tehát gyógyítod magad és elrontod a skill checket, onnantól kezdve fel fogsz ébredni. Ja, és hogyha felraknak kampóra, akkor is felébredsz. Na és akkor ennek tudatában nézzük azt, hogy milyen addonjai vannak. Pamut póló, vagy mi a fene ez? Szóval a pamut póló azt csinálja, hogy az álomvilágban csökkenti a skill checkeknek az eshetőségét, ami ugye azért jó, mert akkor nem fognak felkelni. Ez a kis kocka, ez azt tudja, hogy nem 7 másodperc, hanem 6,5 másodperc alatt fognak álomba zuhanni. A másodlagos erőnek a távolságát emeli ez a rajz, ahogy látom. Gyorsabban tudsz menni, miközben használod a képességedet. Ez már sokkal gyorsítja. A kötél az még jobban lassítja a túlélőknek a képességeit, a gyorsaságát, a gyorsaságát. Ez jobban erősíti a képességedet, a hatékonyságát. Ez már 2 tud. Ez egyszerre csökkenti. Jól van. Szóval, ahogy látom, azon múlik az egész, hogy mennyivel gyorsabban kerülnek az álomvilágba, és ugye a skill checkeknek a számát is csökkenti. Ezek tudják, na, vagy az, hogy lassabban csinálnak mindent. Na, Lila mit tud? Ebben most nem vagyok biztos, de ez most, ha jól látom, azt tudja, hogy nem veszik észre, hogy át fognak kerülni az álomvilágba. Segítsetek, ha esetleg valamit hülyeséget mondok, mert ebben nem vagyok biztos. Igen, ez ismételte, ez most a movement speedet. Igen, ez is azt csinálja, jól van. Na, az itt már vannak jó dolgok, tehát amíg az egyik embert berakod az álomvilágba, addig megmutatja a többinek az auráját. Az kemény. És 2 másodpercet, tehát 5 másodperc alatt fog elaludni. És ez is azt tudja, az Z-blokk. Na te mit tudsz? Terror rádiusz lecsökkenti. Gyorsabban tudsz menni. És 2 másodperccel gyorsabban álmodnak az emberek, és a black box pedig... Tehát igazság szerint ez azt jelenti, hogy egy embert már automatikusan látni fogsz, akárhol is vagy. Ezt tudja az Ultra-Rail Dream Demon addon. Na de, túl sokat szórakoztunk már ezzel, és most jön az, hogy minden nélkül játszunk egyet Freddyvel, aztán meglátjuk, hogy tudok-e ölni. Bár 20-as szintűek lesznek az ellenfeleim, szóval remélhetőleg azért fogok tudni egy-két embert a halálba küldeni. Na csak meg szeretném nektek mutatni azt, hogy pontosan hogyan is néz ki, amikor éppen játszol vele, milyen az álomvilág, amiben be kell rakni az összes túlélőt ahhoz, hogy meg tudjad őket ütni. Ha egyáltalán lesz emberke, aki fog játszani. Ó! És el ne felejtsétek, hogy ezen a hétvégén, ha jól emlékszem, november 1-ig, november sem vagyok biztos, dupla bloodpontok vannak, játszatok rengeteget. Jönnek ezek, jönnek, jó van. Én ready vagyok. Na már csak egy ember kell, gyerünk. Megérkezett az utolsó emberke is. Na! Minden nélkül nézzük meg, hogy mit tudok kezdeni az úriemberrel.
tudok-e rémámat hozni rájuk. Az lenne a legjobb, hogyha az új pályára rakna be minket, mert azt még egyáltalán nem ismerem. Ó, még több pont, ez az. Ez jó, szeretjük, még több pontokat, azokat szeretjük. Miközben játszok, majd próbálok kicsit magyarázni is, amennyit eddig megtudtam róla, ez alatt a két játék alatt, amennyit játszottam vele, meg ellene, szóval próbálok mindent átadni nektek, hogy egyáltalán megérje megvenni nektek, vagy nem, ezt úgyis ti fogjátok majd eldönteni. Én mindent megteszek. Hát elmentünk Myershez, és mint láthatjátok, ez maga az álomvilág. Kicsit szürreális az egész. Na, hol vagytok egyetlen, drágáim? És amíg én itt vagyok, ők egyáltalán nem látnak. Ne, látja, hogy tudja, hogy valahogy itt vagyok, de nem tudja pontosan, hogy hol. Ah, nem tudtam berakni, ügyes ez a gyerek. Na várjunk csak, mindjárt utolérlek, aztán beleraklak az álomvilágba. Aha, na láttátok? Már is beleraktam az álomvilágba. 7 másodperc és elalszik. És elaludt. És akkor ilyen bizonyos aurát lehet látni. Kicsit furán mutatja. És így lehet látni, hogy merre mozog, hogyha benne van az álomvilágba. Most nem is őt fogom üldözni, hanem megnézem a többieket. Te mit csinálsz? És nincsen lába, aha! Na, ő már ismeri. Szépen felébredt. Elaludtál, szerbusz! Jaj, tényleg azt is meg akarom mutatni, hogy mi van akkor, hogyha nincsen benne az álomvilágba. Hol vagy? Á, itt vagy. Szép álmaid vannak, Dwight! Na, azért kéne szerezni pontokat is, miközben domálok. Na, te mész a pincébe, drágám. Hogy mondom, a pincébe, nem a padlásra. Már hogyha el tudom addig vinni. Na, ez az, ügyes vagy. És ilyenkor ő már fölébredt. Na, de lássuk, hogy mit tudunk csinálni a dolgokkal. Először is. Hát ne ráncigáljad lefele magadat, hogy te mi van veled? Dwight! Te normális vagy? Már le is szedte valaki. Jaj, de ügyes vagy. Megyek érted. Gyógyítja. Azaz, fuss-e? Téged is beleraktalak az álomba? Azaz, beleraktalak, jól van. Na, hol van a másik? Á, ott van. Ez nagyon durva. Nem tud elbújni. Jaj! Nem, azért ilyen egyszerűen nem fogsz engem lerázni. Ezek össze-vissza robbangat minden. Jaj, elvesztettem. Ó, szia! Hol van a kis csaj? Ó, ott van. Na, te tudod, hogy mit kell csinálni?
Jaj, hogy belementem, nem baj, legalább duplázod a pontodat. Hol le vagy? Ott vagy, je. Még téged föl kéne azért rakni. Hogy is van? Most nem igazából akarom őket megölni, mert 20-as szintűek szerencsétlenek, gondolom, mert hát én is most azon vagyok. De azért valamennyi pontot össze akarok szedni. És nézd meg, közben meg itt dolgoznak, jaj, hát. És a másikat már kiszedték az álomvilágból, bizony. A lényeg az, hogy ha Freddy az ellenfeletek, akkor nagyon-nagyon fontos a csapatmunka. Alapvetően is fontos. De ellene aztán főleg. Ó, valaki itt futkározott. Ott is vagy, veled még nem találkoztam, gyere csak ide. Na erre ezt pont ki akartam próbálni. Na ő nem volt benne az álomvilágban és mégis ki tudtam szedni. Aha. Ez jó, hogy összejött, mert nem tudtam, hogy ez hogyan működik. Ja, itt van. Ez jó, ezt örülök, hogy meg tudtam ezt mutatni, mert ebben nem voltam biztos. Nem volt benne az álomvilágban, de kicsit ügyetlen volt. Ó, szervusz, te Dwight vagy? Mindjárt alszol, te is. Most mindegyik el fog aludni. És látjátok, addig nem lehet semmit se csinálni vele. Addig hiába. Na most már észrevette, hogy itt vagyok. Te még nem lógtál. Ez ügyes ez a játékos. El akarja venni az időt. Nem, nem. Te nem fogsz kijönni az álomvilágból. Szépen szétütöketek mindenkit. Kapjatok ti is jó sok pontot. Itt volt valahol, nem? Á, itt vagy! Nem, nem. Ez ilyen gyorsan nem menekülsz el. Tudom addig vinni. Lehet, hogy pont nem a legjobbhoz akarom vinni, de hát ez van. El tudtam. Azért ezek már elég ügyes emberkék. Jó. Hol vagy? Gyere, Dwight! Ó, nem tudom meg... Nem raktam bele az álomvilágba. Na mindegy. Azt hiszem Dwight halott. Ó, szerbusz! Úgy örülök, hogy itt vagy.
De miért? De miért mész belőlem? Nem szabad! Hát itt vagyok mögötted! Hát ilyenkor ne menjél be! Na mindegy. Na! Ha beakadtam! Figyelj, mindjárt le fog keveregni! Jó! Kettő mínusz! Már csak kettő van hátra. Egyet azért még jó lenne megölni. Nyilván nem használom a legjobban még az úriembert. Ó, itt a hatch. De azért igyekszem. Nem tudom, mennyire tetszik ez így nektek. Így működik. Jaj. Á, meg is vagy. Nem látsz mi? Ez gáz. Aludj! Hát ez most nem jött össze. Nem tudtál elbújni, kislány! Jövök! Csak nem rémálmaid vannak! Azaz! Az úriembert még fel se raktam a kampaura. Jó, ott van-e? És ilyenkor, hogyha másik nincs az álomvilágban, csak azt látja, hogy valami felemelte a lányt. Na, megmented vagy nem? Hol lehet az utolsó? Nem itt van. Akkor valószínű azt csinálja. Kíváncsi vagyok, hogy meg fogja menteni a lánykát, vagy nem. Bekockáztatja. Vagy elment a hatchre. Valószínű elment a hatchre. És ott várja. Nem emlékszem pontosan, hogy hol volt a hatch. Hát ez szomorú, de mint hogyha itt lett volna. Viszont... Á, és leszette! Jaj, de kedves vagy! Itt van a hatch. És így elfordítja a fejét, hogyha belerakod az álomvilágba. És már benne is van. Szerbusz. De hol van az utolsó csóka? Nekem ő kéne. Mert ő még nem volt kampón. Ő ügyes játékos. Hiába 20-as szintű, vagy nem tudom hányas szintű. Ő ügyesen játszik. És az a durva... Ja, itt van! Na, látjátok? Ilyenkor nem lehet semmit se csinálni vele. És most alszol, drágám, azaz! Hát mégiscsak megölöm őket. Na, leugrasz? Lesz olyan szerencséd? Nem. Hát, mégiscsak megöltem őket. Jó, azért ez... Nem volt akkora nagy teljesítmény, de... Ügyesen megöltem őket. Rossz álmokat hoztam nekik.
Szép, pont mennyiség. Ott van 1000 pont, egy játék alatt. Királyság. Szegények. Azért igyekeztem nem olyan gyorsan megölni őket, nem? Remélem tetszett ez a bemutató, amit tudtam, azt igazság szerint megmutattam. A gyilkos oldalról, a túlélő oldalról, meg majd szerintem előbb-utóbb úgyis fogok vele találkozni, és úgyis fel fogom venni, szóval akkor meg majd azt meg fogjátok látni, meg szerintem azt arról ti is fogtok tudni. Az, hogy megérje megvenni ezt a DLC-t, ez rajtatok múlik, én már nyilván megvettem. Nekem nagyon tetszik, baromira jó ez a mechanika, hogy berakod az álomvilágba, és csak ott tudsz vele valamit csinálni, és egészen addig nem is lehet látni. Szóval nekem tetszik, remélem, hogy nektek pedig tetszett ez a videó. Nagyon szépen köszönöm, hogyha lájkoltok, vagy kommentet írtok, esetleg feliratkoztok a csatornára, vagy netalántán megosztjátok a videót másokkal is. Köszönöm szépen, tényleg. Most csak így gondolkoztam, hogy mi a fenét kéne még mondanom ehhez, mit kéne még hozzáfűznöm, de igazából csak ennyit. Köszönöm szépen, és jövő héten fogok jönni egy újabb videóval, talán az már nem Dead by Daylight lesz, de nem ígérek semmit. Aztán várható az élőadás is, amint összeszedem magam. Sziasztok!